Üdv mindenkinek, a nevem Dombó Zsolt, és a budapesti belvárosi gyülekezetnek a lelkipásztora vagyok. Nemrégiben felkerült a YouTube csatornára egy elragadtatással kapcsolatos újabb videó, ami egész pontosan szeptember 23-ára tervezi az elragadtatást, ha jól emlékszem, inkább a délutáni órákban. Ez a videó, én is meg vagyok említve ilyen feliratozás szintjén, nekem lett ajánlva ez a videó felvétel, egy barátom szinkronizálta, és miután megnéztem, úgy éreztem, hogy jobb, ha reflektálok erre, hogy mi is az én véleményem ezzel kapcsolatban. Megkérdeztem ezt a barátomat, azt mondta, hogy nagyon szívesen várja, hogyha erről egy videófelvételt csinálnánk, úgyhogy egy pár pontban elmondanám, hogy miért nem hiszem, hogy szeptember 23-án, pláne, hogy délután lenne az elragadtatás. Először is el kell, hogy mondjam, hogy az elragadtatás témakörének én nem vagyok sem szakavasztott, sem anélküli szakértője. Egy egyszerű lelkipásztor vagyok, és ahogy én elkezdtem ezen gondolkozni és imádkozni, én megnéztem ezt a felvételt, és elég nagy hatást tett rám. Nagyon sok tényszerű dolgok vannak ott felvázolva. Ugyanakkor egy-két nap elteltével azért egy-két kérdőjel bennem rögtön felmerült. Úgyhogy nem is teljes mértékben ilyen szakértőként feltűnve, inkább mint egy mezei hívőként megosztanám veletek azt a 6 pontot, ami alapján bennem az a pecsét alakult ki, hogy nem lesz elragadtatás, legalábbis nem szeptember 23-án. Az első és a legfontosabb az az, hogy szeptember 23-a marha közel van. És az egyháznak, legalábbis az általam ismert része, az nagyon nincsen erre felkészülve, hogy mi a mennyben elragadtassunk. Ugye mindenki ismeri azokat az örihari helyzeteket, megbocsátatlanságokat, sorozatos félreértéseket, szakadásokat, összefeszüléseket, amelyeket persze áldjon meg az Úr, ebbe a kategóriába beleteszünk, de alapvetően ezek a feszültségek, szakadások, ezek mind-mind ott vannak. Krisztus teste egész egyszerűen nincs kész. Nincs kész arra az állapot, amelyben elragadtatható lenne szerintem. És 2 hét múlva lesz a 23-a, az elég közel van. Persze Istennek semmi sem lehetetlen. Viszont nekünk azért ez egy nagyon rövid idő. A második pont, hogy egy nagyon szép elméletet mondott, aki ezen a videófelvételen beszél, hogy igazából a születéskor az egyház elragadtatik, és igazából ott fog megszületni a fiú, hogy ott a kígyó el akar pusztítani, és erre hozta ezeket a csillagképeket és egyéb proféciákat. Azonban nem tudok szabadulni attól a gondolattól, hogy a Bibliában mégis az egyház Krisztus mennyasszonyaként van feltüntetve, többszörösen is ezt a hasonlatot használja az ige, ez pedig nem egy kisfiúnak a képe. Magyarán Isten igéből számomra az jön ki, hogy nem egy kisfiúért fog visszajönni, hanem egy mennyasszonyért. A harmadik pont, hogy nem is akármilyen mennyasszonyért, hanem egy szeplőtlen, sömörtelen, egy elkészült mennyasszonyért, ami lehet, hogy most nagyon-nagyon hihetetlennek tűnik, de nekem ez a reménységem van, hogy márpedig a Szentlélek, a Szent Szellem ezt el fogja végezni, és egyre nagyobb erővel egyébként ezt most végzi az egyháznak a megszentelődését. Egy nagyon jó gyülekezeti korszaknak nézünk elébe egyébként, amikor Krisztus teste nagyon szép lesz és csodálatos lesz, de nem hiszem, hogy 23-áig ez elkészül. A negyedik az inkább egy ilyen szubjektív dolog, mert ugye szubjektívek lesznek, amit most fogok mondani, de én hiszek egy nagy ébredésben, én várok egy ébredésre a világon, várok egy ébredésre Magyarországon, és várok egy ébredésre Európában. Tudom, hogy zajlanak ébredések a Közel-Keleten, Kínában, olyan helyeken, amikről mi elvileg ilyen formán nincs rálátásunk, tehát lehetne azt mondani, hogy a tömeges ébredés az ott zajlik, de mégis én máshogy ismerem az Atyának a szívét, én azt gondolom, hogy Európában is ébredést akar, Magyarországon is ébredést akar, és ez még nem történt meg. A másik ebben kapcsolatos, hogy az Abcselben, amikor láttuk, hogy az Abcselben mik minden történnek, csodák, jelek, mifajta mozgalom indult el gyakorlatilag, én azt gondolom, hogy ezt még nem értük el. Jelenleg az egyház szerintem az Abcsel szintje alatt van, ennél sokkal nagyobb tömeges méretekben lesznek csodák, tömeges méretekben lesznek megtérések, tömeges méretekben lesznek olyan apostolok cselekedetét idéző események, amelyekre egyelőre még szerintem vágyakozunk, de valóban lehet érezni ennek az időszaknak a nagyon közeli eljövetelét, sőt, gyakorlatilag már ebbe elindultunk és elkezdődött. Az 5. pont az egy ilyen indirekt bizonyítás. Nem akarok most belemenni abba, hogy most az elragadtatás az előtte, utána, nagy nyomorúság közepén, felette, vagy mikor fog történni, de egy biztos, hogy van egy jel, azt mondja az ige, hogy az Antikrisztusnak, a bűn emberének a megjelenését meg fogja előzni a nagy hitehagyás, az apostázia.
Én azt gondolom, hogy bár vannak erre jelek, hogy emberek küzdenek a hittel, de korán sem találkoztam én még ezzel a jelenséggel. Sőt, inkább azt látom, hogy most egy ébredés zajlik inkább egy hitre jutást érzékelek, nem pedig a hittől való elfordulást, bár értelemszerűen ezek párhuzamos jelenségek. A hatodik pont, és ugye ezzel mindjárt befejezem, az az, hogy hiányolom még az üzenet helyreállítását. Azt mondja az írás, hogy sokféle jel lesz, de a legutolsó jelként azt határozza meg, hogy lészen, hogy ez az evangélium, és itt behelyettesítem, a királyságnak, a helyreállított evangéliumnak az üzenete fog elhangozni minden nemzetnek, minden népnek, minden nyelvnek, és akkor jön el a vég. Gyakorlatilag a helyreállított üzenet, ami szól a királyságról, ami szól a tanítványságról, szól Jézus Krisztusnak, mint Úrnak való alárendelésünknek, ez most kezd szerintem helyreállítódni ez az üzenet, most kezd gyakorlatilag ez kimenni, és most kezd az egyház erre fölébredni. Tehát gyakorlatilag azt gondolom, hogy szeptember 23-áig azért ez nagyon közel van. Viszont felmerül egy izgalmas kérdés. Ha valaki megnézte ezt a videót, és az ebben a témakörben lévő videókat, ami a csillagi eggyel operál, meg nagyon sok igével és ószövetségi és egyéb profétikus igehelyekkel, akkor nagyon nehéz szabadulni attól a gondolattól, hogy de hát ez így nagyon pontos. Ha valóban ezek így vannak, ahogy a videó YouTube felvételen is ezt lehet látni, akkor lehet, hogy van egy másik magyarázat rá. Lehet, hogy a magyarázat, ami erre a jelenségre van, az nem az, hogy elragadtatás fog történni, hanem valami egészen más. És ahogy én imádkoztam, hangsúlyozom számomra is nekem, a Szent Szellem egy dolgot jelentett ki. Mi van, hogyha ez nem az elragadtatásnak az üzenete, ez a szeptember 23-a? Mi van, hogyha ez a csillagkép nem azt jelzi, hogy valaminek vége van, és az egyház korszaka gyakorlatilag a mennyben folytatódik? Mi van, hogyha ez egy másik korszaknak a végét jelöli? És abban sokkal jobban egyet tudnék érteni. Azt gondolom, hogy az egyháznak egy korszaka valóban le fog zárulni. Hogy ez 23-án történik meg, vagy egy hét előtte, vagy később, de ezekben az időszakokban, időkben lehet érzékelni egy korszakváltást. Le fog zárulni egy korszak, ebben teljesen biztos vagyok, és gyakorlatilag ez az egyháznak a nagykorúsága, a fiúsága, az örökösségre való képessége, ez a fajta gyülekezet és egyháznak kell, hogy megszülessen és előrelépjen, láthatóvá váljon. Én azt gondolom, hogy ennek a jele lehet ez a csillagkép. Ennek a jele lehet az, hogy elkezdődik egy korszakváltás, és Isten azt mondja, hogy most az én népemnek láthatóvá kell válnia, méghozzá abban a formában, ami szent, ami igazságos, ami erővel, kegyelemmel, de szentséggel van telve. És gyakorlatilag beljebb visz bennünket egy gyakorlati kereszténységbe, ahogy az abcselben is annak idején ez elindult. Egy hasonlattal szeretném zárni ezt a gondolatsort, hogy amikor suliba jártunk, és már jött a nyári szünidő, már ugye alig vártuk az utolsó napot, utolsó nap, utolsó földrajzóra, óció, icő, akáció, vakáció, minden megvan, föl van írva a táblára, és jön az utolsó kicsöngetés. Na, amikor kicsöngettek utoljára, akkor mindenki rohant a Balcsira, a nyaralásra, mert a iskola 90%-ának azt jelentette, hogy na, most vége van a tanévnek. Kivéve egy csoportot. Az érettségizőket. Az érettségizőknek nem azt jelentette, hogy vége van a tanév, hanem azt jelentette, hogy elkezdődik a vizsgai időszak. Ami rövidebb ideig tart értelemszerűen, mint az elrejtettség, a tanulmányi időszak, de nem is egy napig tartott. Én valami ilyesmit érzékelek, hogy igazából kicsöngettek, de ugyanakkor nekünk, az egyháznak becsöngettek. Elkezdődik a mi vizsgai időszakunk. És most kell visszalépni az útra, most kell megigazítani a ruháinkat, és most kell beleállni abba a munkába és csodálatos elhívásba, ami egyébként a miénk, ami Jézus Krisztusban Isten megajándékozott bennünket. Úgyhogy szerintem szeptember 23-án nem lesz elragadtatás, sem délelőtt, sem délután. De ha mégis, akkor majd a mennyben egy jót nevetünk rajtam. Sziasztok!